És akkor folytatjuk az adást, vendégem tehát a stúdióban Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke. Szerbusz, Szilárd. Szerbusz, Zsolti, estét kívánok. Rettenetesen meglepő kérdéssel fogom kezdeni. Nézted a meccset? Igen, természetesen. Ez jó egyébként, mert a meccset. Mindenki tudja, hogy mi a meccs. A meccs, így. Mi volt a meccs? És hogy voltál vele? Inkább sírtál, vagy inkább kihúztad magad, vagy mindkettő? Mert én kihúzva zokogtam. Hát valami ilyesmi, természetesen. Hát ahogy alakult az egész, ahogy ez az egész így föl lett, most azt szokták mondani, hogy hype-olva, ami körbelengte ezt az egész meccset, mintha egy kicsit más értelmet is nyert volna, mint maga a foci, a sport. De hát ez nagyszerű teljesítmény volt. Ezek a fiúk igazi hősök voltak. Így van. Bár a Momentum egyik képviselője ezt szerint... Ezt kit érdekel? Azt én elmondom, hogy örülj. Most már csak azért elmondom, hogy örülj. Azt bírta írni a Facebookjára, hogy a szerda este legnagyobb hőse az a Pali volt, aki a szivárványos zászlóval berohant a pályára. Na. Hát igen, ez elég szimbolikusan kapcsolódik az egész, és én a provokációnál többet látok ebben a történetben. Főleg azt hiszem az Indexen jelent meg egy kép, hogy egy szurkolóként Münchenben, egy magyar szurkoló, szépen, ahogy egy magyar szurkolónak fel kell öltözni, tehát minden szimbólum, minden jelkép rajta volt, és egy kis szivárványos zászlót lógatott a kezében. Ez ugye nem csak egy egyszerű provokációról szól, vagy a sportról elterelni a figyelmet és másról beszélni, hanem megosztani a magyarokat. Tehát annyira megvannak tőlünk ijedve ezek ott, hogy mindenben a megosztást fogják keresni, mindenben. És ezt be fogják dobni folyamatosan, és emellett kell majd mindenkinek érvelni, ellenérvelni, erről szóljon az egész, ne pedig arról a nagyszerű meccsről, ami, hát azért gondoljunk bele, hogy ez az Európa-bajnokság, meg maga ez a meccs, ez mit jelentett? Mondjuk a Puskásban 50 ezer torokból zeng a magyar himnusz, meg a hajrá magyarok. Ezt meg kell nyírni, meg kell osztani. Úgyhogy ez egy nagyon kemény hadviselés ellenünk, hibrid hadviselésnek hívják egyébként. Viszont nem fog nekik sikerülni. Nem, ez nem sikerülhet, tehát hogyha mi észnél vagyunk, akkor ez nem sikerülhet, már pedig mi észnél vagyunk. Jó, akkor folytassuk itt a megosztásnál, és nézzük is rögtön az első részben is így fogalmaztam a casus bellit, ami miatt most a torkunkon ugrál megint Brüsszel, meg az összes haladó. Mark Rutte, holland miniszterelnököt fogom idézni neked, jó, csak hogy csináljak egy kis vérnyomást. Azt bírta mondani Rutte elvtárs, hogy a magyarokat térdre kell kényszeríteni, és ki kell őket rakni az unióból, mindezt a pedofil ellenes törvény miatt. Kommentál? Magyarországot, tehát ez azt erősíti, amit én mondok. Tehát ők azt szeretnék, eleve onnan induljunk ki, hogy Európai Unióról beszélünk, ők pedig európáznak. Az Európai Unión kívül van élet. Bocsánat, nehogy valaki ezt úgy fordítsa le, hogy én azt mondtam, hogy akkor menjünk, hagyjuk ott. Én Európai Unió párti vagyok, és azt hiszem az ország nagy része is Európai Unió párti. De hát az Európa az egy olyan kulturális, természeti örökség, egy földrész, egy olyan kulturális örökség, ami a görög demokrácián, a római jogon és a kereszténységen alapul. De ez nem az Európai Unió. Az Európai Unió az egy gazdasági egység. Ha jól tudom, eredetileg is azért jött létre. Illetve azért, hogy azokat a háborús viszonyokat valamennyire tompítani lehessen, ami egyébként Németország és Franciaország között alakult ki, tehát az ellentéteket. Most ők önmagukat kinevezik európainak, és amit ott kitalálnak Brüsszelben ezek a bürokraták, akik gyakorlatilag elvonják az egész szereplési lehetőséget, az egész jogi lehetőséget a nemzetállamoktól, az lesz maga az európai. És aki ebben nem akar részt venni, mert látja, hogy ez egy zsákutca az egész, ha erről fog. Jól látható, tehát Európa gazdaságilag szorul vissza minden téren. Tehát már nem versenyképes Amerikával, Kínával. Nem versenyképes Kínával, aztán most jönnek fel az indiaiak, jönnek fel a brazilok, tehát és akkor még Fekete-Afrikáról nem beszéltünk, Etiópia, hogy fejlődik. Baromira. És mindez nem számít, hanem az számít, hogy ki hogy szaladgál bizonyos színű zászlókkal. És ezért akarnak térdre kényszeríteni Európa legsikeresebb országát, amelyik megmutatta azt, hogy a koronavírus
idején hogy kell viselkedni? Mind a három fordulóban, ha úgy tetszik, mind a három fázisát a koronavírusnak megvívtuk, megnyertük? Tehát minket kellene kipenderíteni, minket kell letérdeltetni? De még egyszer visszatérek Ruttéra, egyrészt azért, mert a bögyönben van hosszú évek óta, másrészt pedig azért mégiscsak példát, hogy engedhet meg magának egy velünk egy unióban, szövetségben lévő ország vezetője egy ilyen mondatot, hogy minket ki kell tenni, meg térdre kell kényszeríteni. Mit képzelnek ezek magukról? És fordítva mi? Na de... Tehát, hogy pont, az, ők meghatározták, hogy az, ahogy ők akarnak élni, ahogy ők akarnak ott diktálni, az maga Európa, az az európaiság. És ezért mi ebben nem tudunk részt venni, nem vehetünk részt ebbe. Ki akarnak zárni minden áron bennünket ebből az egészből, egy nagy színjátékkal természetesen. A tisztelet, az, hogy elfogadom azt, hogy Európában vannak nemzetek, és a nemzetek saját magukat meghatározhatják. És Európa az mindig akkor volt erős, amikor erős nemzetekből állt össze. Tehát amikor valamilyen nagyhatalom idejött, legyen az akár az Antant, akár Oroszország, akár az Egyesült Államok, akkor Európa legyengül. De most még csak nem is erről van szó, hanem szóval olyan jó lenne, ha Mark Rutte így megmutatná nekünk tételesen mondjuk, hogy az uniós alapszerződésben hol van az a pont, hogy az LMBTQ propagandát be kell engedni az iskolába, mert ha van ilyen pont, akkor oké, akkor igaza van, de ha nincs ilyen pont, akkor miről beszél? Az Európai Bizottságnak az lett volna a szerepe, hogy ezeket a szerződéseket éberen őrizze. Ezt a szerepét teljes egészében háttérbe szorította, és átvállalt egy olyan politikai szerepet, amit egyébként az Európai Tanácsnak kellene tulajdonolnia, birtokolnia, mert ott vannak az európai miniszterelnökök és elnökök. És nekik kéne megmondani, hogy mi történik Európában, az Európai Unióban, politikai szinten. Ők pedig ezt elhúzták teljes egészében. Az Európai Parlament pedig semmit nem tud csinálni, csak ilyen ideológiai háborúkat gyártani, elszámoltatni az országokat. Azt szerint egyébként, amit ezek az emberek annál a hatalomnál fogva, amit magukhoz húztak, bemondanak. Ezért indulnak el az úgynevezett eljárások is, a különféle demokráciát féltő jogállamisági eljárások Magyarország, Lengyelország ellen. Hát nem véletlenül, hogy ellenünk van a legtöbb ilyen eljárás, és amikor ezeket kapargatjuk, ezeket az eljárásokat, akkor azt tapasztaljuk, hogy mindegyik mögött valójában a migráció áll. Magyarország migráció ellenes politikája. Az, hogy mi megmutattuk 2015-ben, hogy hogy lehet megállítani az Európára ömlő ellenőrizetlen migrációt. Ez a legnagyobb probléma velünk. Jó, akkor... Ha úgy tetszik, mondhatjuk úgy is, hogy a Soros terv útjában állunk. És akkor már elmondtuk az összefüggéseket is, hogy gyakorlatilag az Európai Bizottság az nem más csinál, mint a Soros tervet hajtja végre, a Soros terv mögött pedig ott vannak az amerikai demokraták. Hát nem olyan bonyolult ezt megnézni. Jó. Akkor... Egy ember leül a számítógép elé, egy-két honlapot megnyit, és akkor látja, hogy hát ez nem képzelgés, hanem ez a valóság. Engedj meg egy gondolatkísérletet, és aztán kíváncsi vagyok a véleményedre. Következő képpen látom én nagy vonalakban. A migráció végső és legfőbb értelme az európai mainstream, baloldal, anarchisták, liberálisok részéről az az, hogy szavazóbázist importáljanak maguknak. Azon egyszerű oknál fogva, hogy az úgynevezett munkásosztály az már réges-rég nem rájuk szavaz. Kell a szavazat. Ezért van a permanens forradalom, ezért találnak meg mindenféle egyre aberáltabb kisebbséget, amelyeknek a forradalmát tűzik az ászlajukra, és ezért hoznak ide migránsokat, mert azt hiszik, hogy ezek majd az idők végezetéig rájuk fognak szavazni. Ezzel párhuzamosan, hogyha emellé oda tesszük azt, hogy mit művelnek, akarnak művelni az európai mezőgazdasággal, az agrártársadalom tönkretételének a szándéka, 27 agrárminiszter állt föl két hete, és hagyta ott a tárgyalást, pedig hát ideológiai elég messze vagyunk egymástól, mert 27 agrárminiszter azt mondta, hogy na most aztán elég. Portugália. Ennek mi az érte? Miért akarják az agráriumot tönkretenni? Mert a jobb oldal örök aranytartaléka az mindig is a magabíró és magabízó
földműves ember volt. Azokat tönkre kell tenni. Az nem számít. Importáljunk kintről migránsokat, szavazóbázisnak, a jobboldali szavazóbázist azt roppantsuk meg, egzisztenciálisan és mindenhogyan tegyük tönkre. Én ezt gondolom ezekről. Teljesen hagymázas összeesküvés elmélet, vagy van benne valami? Hát ez jól látható, hogy mi zajlik mondjuk a Németországban. Tehát, hogy a CDU mitől is CDU, mitől is kereszténydemokrata, amikor az elnöke azt mondja, hogy ők a liberális értékeikre a legbüszkébbek. Tehát itt kezdődik az egész. Vagy azok a kulturális és vallási átrendeződések. Tehát nem amik maguktól, hanem vonulnak vissza, húzódnak vissza, és adják át a terepet másnak. Leveszik a keresztet a templomról. Együtt kell nekünk Bordó városának fenyőfát állítani a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia udvarán. Mert Bordó városában a Székesegyház előtt nem engedi a polgármester, hogy karácsonyfát állítsanak. Hát ez teljesen elképesztő. És egyértelmű, hogy föladnak minden olyan értéket, amit eddig képviseltek, megszüntetik. Először megszüntették ugye a liberális kívánalmakra. Csak aztán itt például olyan anomáliák, hogy az hogy lehetséges, hogy mondjuk a nem keresztény bevándorlókat behúzzák, akik egyébként nagyon messze vannak a szivárványos mozgalmaktól. Akkor mi lesz a szivárványos mozgalmakkal? Tehát ilyen hogy antagonisztikus ellentéteket se vesznek figyelembe. A lényeg az, hogy mindig meglegyen az a szavazat többség, amivel a kormányzati hatalmat meg lehet szerezni. És így teljesen szétzilálják az egész társadalmat. És ráadásul ez kötelezővé teszik. Tehát iszonyú agresszíven azok, akik máshol ugye mindenféle eljárásokat indítanak demokrácia féltésből, azok a saját demokráciájukat, ha még ezt demokráciának lehet nevezni, arra fittyet hánynak teljes egészében. Jó, akkor ugyanúgy látjuk. Térjünk egy kicsit haza. Azért ülünk itt. Ha jól sejtem, de javíts ki, ha rosszul tudom, Gerinc útat még nem kaptatok Karácsony Gergelytől Csepelen, de mélegelőtök már van nektek is. Van minden, ami a csövön kifér. Hát ez egy érdekes történet, a Karácsony Gergely beígért mindent, és Csepelen meg is nyerte a választást, tehát sokkal több szavazatot kapott, mint Talos István főpolgármester úr, barátunk, aki viszont mindent teljesített a csepeliek számára, amit megígért. Tehát abban a 9 évben én őt úgy is hívtam, amikor elbúcsúztattuk, a Csepel nagy barátja. Ugyanis mindent, a 71-es busz, HÉV, utak leburkolása, járdák építése, kerékpárutak építése. Most ez a fickó, aki megnyerte aztán a választást, ez a Karácsony Gergely, aki mindenki úgy ismer, hogy ő a bicikli utaknak a nagy embere. A festéssel persze természetesen autósoktól elvenni. Ennek is megint több értelme van, mert ennek nem csak az az értelme, hogy akkor ő a saját programját mindenáron összeugrasztani az embereket. Tehát minél nagyobb balhé legyen, minél nagyobb ellentét legyen, minél jobban utáljuk egymást. Tehát ennek ez a legvégső szerepe, meg vagyok róla győződve. Na most ez nem építi meg a Talos István idejében megtervezett kerékpárutat, amely összekötné Pest-Szentlőrincet, Soroksárt és Csepelt, és még egy kerékpáros, gyalogos kis Dunahíd is létesülne ott a Csőhíd környékén, akik ezt ismerik Csepelen. Ő ezt nem építi meg, erre a pénzt elvette. Tehát erre megvolt a pénz, költségvetési pénz volt, bejelentett, hogy nem adja oda. De hagyján azokra az utakra, amik még mindig nincsenek leburkolva Csepelen. Tehát 21. századról beszélünk. Én, amikor polgármester lettem 2010-ben, 75 kilométer ilyen utat örököltem a Komcsiktól. Tehát még, és ugye ez alatt az idő alatt nem tudtunk még ennyit leburkolni, de azt is visszavonta. Most a kormány pótolja egyébként. Tehát a kormány pótolni fogja ennek a délpesti kerékpárútnak a költségeit is, és pótolni fogja azt a 2,3 milliárd forintot, amit a csepeli utak burkolása és csapadékvíz elvezetése jelent. Úgyhogy Karácsony Gergely szerintem rendkívül módon szembe került a csepeliekkel és a saját programjával is. Tehát belehazudott az emberek képébe, akkor, amikor ezt beígért, hogy erre meg lesz a pénz. A másik, hát ez a Gerinc út, amit említesz. Tehát a Gerinc út nagy szkander volt Csepelen, ugye mert a
Csepelt észak-déli irányban átívelő utak, a Táncsics Mihály út, a Kossuth Lajos utca és a Rákóczi Ferenc út, ezek nagy lakótelepeken mennek át. Iszonyatosan leterheltek voltak, és ezért kellett egy gerincutat építeni. Na hát ezt is elrontották az elvtársak, és csináltak belőle egy ilyen 2,5 kilométer hosszú a világ legdrágább útját, nem ott, ahol kellett volna, tehát nem a Nagy Duna partján lent, ahol egyébként a gyári elkerülő út is megy, hanem a Magyar utca, Petőfi utcában ott szanálták, gondolom volt egy kis ingatlan biznisz ebben a történetben, és akkor ott megépült. De hát ez egy ilyen csonka út. Ezt kellene folytatni. Karácsony Gergelyék harmadszor adták be az Európai Unióba kormány támogatásával. Tehát a kormány azt mondta, hogy ha nyernek pénzt a fővárosi önkormányzat a Csepeli Gerinc útra, akkor a kormány mindent, ami ehhez szükséges, anyagi forrásokat is biztosít még pluszban hozzá. Ez alá volt írva, megállapodtak. Úgy adták be ezeket a pályázatokat, bocsánat, hogy nevetek, ezen sírni kéne, vagy úgy vagyunk ebben, mint a meccsel valahogy, tehát de hát ez valami elképesztő, hogy harmadszorra is elzavarták őket, mert nem tudták rendesen megírni ezt a pályázatot. Tehát más városok nyertek, Budapest, Csepel, Gerinc út, Karácsony, Gergely bénázása miatt nem nyert. Itt tartunk. Remek, de akkor... Húrá! De akkor beszéljünk szűk 3 percben valami jóról is, Csepel kapcsán. Csepelről sok jóról lehet beszélni. Csepelesci. Azért Csepelesci. Igen, hát Csepelesci az végre ez az ingatlan együttes visszakapta arra a lehetőséget, vagy inkább azt mondom, hogy a csepeliek kapták vissza arra a lehetőséget, hogy teljes egészében megújíthassuk, és a sportolni vágyó csepeliek rendelkezésére bocsássuk. Tehát ez egy iszonyatos kanosszajárás volt. Tehát 1912-ben alapították az egyesületet, a Weiss család, illetve hát a báró halála után az örökösök azok mindig támogatták a sportot, nagy pénzt tettek bele. Ugye 4-szeres bajnok a Csepel foci csapata, egy óriási ingatlan együttest hoztak létre, rengeteg szakosztályt, ott a hosszú évtizedek alatt, most csak a versenysportot említem, tehát nem említem a diáksportot, persze arról is érdemes lenne beszélni, hogy volt olyan idő az én, amikor gyerek voltam, és ez pedig a Kádár rendszer, hogy a úgynevezett november 7-e kupán minden iskola ki tudott állítani 40 gyereket, 40 fiút, meg 40 lányt, hogy a 40-szer 100 méteres futásban részt vegyünk. 25 ilyen iskola volt. Tehát ez volt az örökség, ugye 20 olimpiai arany, 68 világbajnoki arany, 47 Európa bajnoki arany. Tehát van mire támaszkodni. Na erre mondták azt 91-ben, akkor létrehoznak egy alapítványt. Ez egy fedő alapítvány volt, amiben persze beleírták, hogy ők a sportot fogják szolgálni, de hát nem azt szolgálta, pont az ellenkező. Széthortak, szétloptak, lenyúltak, eladtak, széttrancsíroztak mindent. 99-ben még a Csepel-SC-t is meg kellett szüntetni, mert volt 1,5 milliárd forintos köztartozása. 99-ről beszélek. És aztán utána átpasszolták egy ingatlanfejlesztőnek, hát nyilván az meg ebből bizniszt akart, tehát mit akart volna az ingatlanfejlesztő, hát az nem fogja a sportot támogatni, és akkor húzták, halasztották. Én polgármesterként annyit tudtam csinálni, hogy beakasztottam nekik, és változtatási tilalmat rendeltünk el a testülettel, és így megmaradt ez az ingatlan. Tehát nem tudtak tőle szabadulni, nem tudták eladni, és most a miniszterelnök úr és a kormány segítségével a Kozma István Magyar Birkóz Akadémia Alapítvány megvásárolt ezeket az ingatlanokat, és tegnap jelentettem be épp, hogy elkészültek a tervek, a mestertervek, tehát nem a kivitelezési tervek még, és elindulunk egy irányba, mégpedig a régi dicső nyomon. Nem a múltat akarjuk visszahozni, hanem jövőt szeretnénk építeni. Sziszi, köszönöm szépen, hogy köszönöm. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, itt a stúdióban is, meg odahaza a készülékek előtt. Jövő héten a szokott időben várom önöket, addig is minden jót, viszontlátásra.